erős prés alá került szinte az ország összes önkormányzatának büdzséje a második fél évben, és hát olyan hatások érvényesülnek, amelyek valószínűleg még jövőre is éreztetik az eredményüket. Vendégünk itt a stúdióban Tóth Csaba, Zugló Szocialista Országgyűlési Képviselője, aki a parlamenti vitában is konkrétan számokkal érvel be, mutatta be azokat a hatásokat, amelyek érni fogják az önkormányzatokat a különböző változások nyomán voltak éppen miről is van szó, hogyan változik meg általában az önkormányzatok költségvetése, és hát persze ezen belül a leginkább érdekes, ami számunkra zugló költségvetése. Köszöntöm az Zugló TV nézőit. Hát sajnos nincsenek jó híreim, valóban, hogy a, veszélyhelyzet alatt jelentős megszorításokat kellett meghozni, jelentős szigorítások voltak, ez a jelentős bevételkieséseket könyveltek el az önkormányzatok közte zúló is. Ha megyünk sorba, az első, ami, ami, igazából komoly bevétel kiesés, az a fizetőparkolásnak fizető a felfüggesztése, ingyenes tétel, ami jelenleg is tart, és július 1 áll újra vissza. Ez körülbelül nagyságrendileg olyan 500 millió forint bevétel kiesést eredményezett eddig a, 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 kerületnek, ami, ami az nagyon jelentős összeg, hisz ha azt nézzük, ez közel három óvodának a, a teljes éves költségvetését Fedezi. Hasonló nagyságrend egyébként a, a veszélyhelyzet alatt meghozott egyik a rendelet a kormánynak, amely a gépjárműadókat elvonja, a gépjárműadóknak a kerületekhez eső, városokra eső részét elvonja a településektől. Ez zugló életében egy hasonló nagyságrend, egy 450-500 millió forint bevétel kiesés jelent. És itt ugye az a nagyobb probléma, hogy ez nem csak egy egyszerű, nem csak erre az évre, jövő évre szól, hanem úgy néz ki, hogy 2024-ig kívánja ezt föntartani a kormány. Tehát ez hosszú távon csökkenti az önkormányzat gazdálkodásának a, a lehetőségeit. Ami a jövő költségvetés kapcsán felmerült, és rendkívül módon meg fogja terhelni az önkormányzatokat, ez a, a, szolidaritási hozzájárulási adó, ami, ami körülbelül négyszerese lesz az értéke. Ez ugló életében azt jelenti, hogy olyan 1,7-1,8 milliárd forintot kell a optimista verzió számítások alapján, ugye megváltoztatták a számítás menetét, nem lehet pontosan még látni, hogy mennyi lesz, de nagyságrendileg körülbelül ennyi pénzt fog elvenni a zúgló költségvetéséből. A, a, egy fontos lába még a, a kieső hiperhúzási adóbevétel, amivel számolnunk kell mindenképpen, és hát összességében azt lehet elmondani, hogy a jövő évi költségvetés mindegy 5 milliárd forinttal csökken az a pénzeszköz, amivel lehet gazdálkodni, 5, forint, 5 milliárd forinttal fog csökkenni a költségvetési lehetőségünk. Ez a jelenlegi költségvetésnek mindig 15 százaléka. És hogy azért hogy, hogy tudjuk mi az viszonyítani, azért mondanék egy-két példát, hogy ez az 5 milliárd forint nagyjából mit jelent. A, a kerület évente 3,2 milliárd forintot szán a teljes szociális ellátórendszerére, tehát ennél nagyobb az, amit el fognak vonni tőlünk, de, de párhuzam báríthatjuk akár az egészségügyi szolgáltatásnak a finanszírozásával is, ami nagyságnének szintén egy ilyen 3,2 milliárd forint, hát ennél nagyobb az az összeg, amivel, amivel kevesebből tudunk gazdálkodni. Úgyhogy nagyon komoly feladat előtt áll a kerület, kerület vezetése, hogy milyen módon tudja ezt az óriási elvonást valamilyen módon ellensúlyozni, mik azok a területek, ahol megszorítások vannak, mik azok a területek, ahol elmaradnak fejlesztések, beruházások, úgyhogy ennek megy most az előkészítő munkája. Lehet-e már valamit tudni azokról az elképzelésekről, amelyek ennek kapcsán megfogalmazódtak? Nyilván majd de az önkormányzat sok körben fogja megrágni a, a szükséges változásokat, de hát az elképzeléseket már valószínűleg tervezik. Hát igen, hát ez ugye gondolkodnék, hogy melyik újunkat harapjuk, van olyan terület, ami az biztos, hogy nem nyúlnánk hozzá szívesen, a szociális ellátórendszer ez semmiképp sem, tehát arra, arra büszkék vagyunk, hogy Zuglóban ez egy nagyon komoly, szociális rendszer működik, nem hagyjuk, nem engedjük, hogy ez bármilyen módon sérüljön. Hát jelentős fejlesztések, beruházások fognak elmaradni, amik be voltak tervezve, de intézmények felújításaira nem fog pénz sor kerülni, hogy sikerül ezeket megvalósítani, hisz ha csökkennek a bevételeink, akkor értelmszerűen a kiadás oldalon is valamiféle módon ennek jelentkezni kell. Ön országgyűlési képviselőként is rendszeresen szólal fel olyan ügyekben, amelyek zuglóhoz kötődnek. Voltak-e most olyan módosító javaslatai, amelyek zuglói költségvetéshez, zuglói fejlesztésekhez kapcsolódtak volna? Hát minden évben természetesen a, a, központi költségvetésre szoktam benyújtani olyan módosító javaslatokat, ami választók életemet zuglót érinti. Ezt ebben az évben is megtettem, a, a szokásos módosítókat nyújtottam be, a, a, szokásos zuglói problémákra próbálunk forrást és megoldást találni, ilyen a, a, a Pépuszel parkolók építése, kialakítása, ez évek óta probléma, hosszú évek óta, évtizedek óta probléma, a közlekedési csomópontoknál p parkolóknak a megépítése, amire se a, kerületek nincs ezért úgy gondoltuk, hogy állami forrásból talán sikerülne. A lakhatási válság megoldása komoly probléma zuglóban. Ehhez mindenképpen kell valamiféle állami segítség, amihez, amihez, szintén szerettem volna forrás kérni. És a negyedik terület, amit mindenképpen idén beemeltünk, a városközpont fejlesztésének kérdése ott a szükséges beruházások, az infrastruktúrális fejlesztésekhez mindenképpen szükség van valamiféle kormányzati támogatásra, és ha jó körülnézünk Budapesten, vagy az országban azt látjuk, azért vannak települések, akik nem kevés kormányzati segítséggel tudják ezeket a fejlesztéseket, beruházásokat elvégezni. Úgy gondoltuk, hogy hát, úgy gondoltam, hogy Zugló is megérdemli, mint a főváros egyik legnagyobb kerülete, hogy támogassák. Hát sajnos megint csak azt tapasztaltam, mint az elmúlt évek során mindig, hogy ezt a bizottsági vita során a többség, a fideszes többség nem támogatta, leszavazták, és a, a ott ülő államtitkár ilyenkor mindig megindokolja, és talán idén volt az első, amikor azt mondta, hogy az a cél, amikre én módosítót nyújtottam be, az valóban támogatandó lenne. Tehát a pozitív lába az rendben van, csak ilyenkor egy költségvetés módosításánál meg kell jelölni, hogy honnan kívánunk forrásokat átcsoportosítani arra, amit mi szeretnénk. És hát én minden évben, ahogy eddig is a kormányzati kommunikációt jelöltem meg, mint forrást, ahonnan úgy érzem, hogy el lehet néhány milliárd forintot venni azért, hogy zugló fejlődjön, épüljön, szépüljön. Úgy, úgy gondolták, hogy a kormányzati kommunikáció az fontosabb, mint zugló fejlődése, így hogy leszavazták, nem támogatták. hogy ezek a módosítók idén is erre sorsa jutottak, tehát zugló ilyen kormányzati forrást, ezek a módosítók alapján nem fog kapni, kormányzati kommunikációba fogjuk látni azt a pénzt, amit esetleg zuglóba szeretnénk látni, lesz majd nemzeti konzultáció, lesznek óriás plakátok, ilyenkor mindig gondoljunk arra, hogy abból fejlődhetett volna a zugló, helyette ez lett belőle. Végezetül hadd kérdezzem meg egy szubjektív kérdés a véleményét arról, ezek az elvonások, amelyekről a bevezetőben beszélt, köztük olyan is, amelyik 2024-ig elméletileg érvényben lenne a szolidaritási hozzájárulás megváltoztatása, ezek egyformán sújtanak minden önkormányzatot, függetlenül attól, hogy kormánypárti vezetése van vagy ellenzéki van-e arra esély, hogy esetleg épp a kormánypárti önkormányzatok nyomása eredményeképpen később változás következik be ezekben az intézkedésekben? Hát hogy ne, az ő javukra, ahol, a kormányparti városvezetés, kerületvezetés van, minden bizonyal fognak támogatásokat kapni, kompenzálják majd ezzel, hát egy jó példa, csak elmúlt napokban találkoztunk a hírrel, hogy Debrecen a következő, nem tudom hány évre, 600 milliárd forintnyi központi fejlesztési forrás kap. Hát most ezt össze tudjuk hasonlítani, amikor, amikor Budapest mit kap. Amikor egy láncit felújításán a probléma az a 6 milliárd forint, ami még hiányzik, akkor egy ilyen óriás összeget se tudunk képzelni. Zugló életében nem, hogy 600 milliárd, 60 se, még 6 milliárd se érkezik soha. De biztos, hogy jó lenne itt is. Úgyhogy a kérdése visszatérve, persze azok az önkormányzatok, ahol a kormány párti vezetés van, bizonyára lesz lehetőség különböző egyedi támogatásokkal, ezeket a fejlesztéseket, beruházásokat megvalósítani, amiket terveznek, megkapnak hozzá forrást. Hát őket akkor akár nem éri, mert egyik oldalon elveszik, másik oldalon kétszer annyit fognak kapni. Nálunk elveszik, és nem fogunk semmit kapni, és még nehezen tudjuk kigazdálkodni abból is, a kötelező feladatunk ellátását, ami marad. Mert hát azért ez óriási luk, hát 15%-kal kevesebb pénzből gazdálkodni. Mindenki gondoljon bele, hogy a, család, a, saját családi vagy a mondjuk, hogyha 15%-kal kevesebb kell gazdálkodni, akkor milyen, milyen problémákat okoz ez. Hát hogy egy, egy önkormányzat életében ez ugyanilyen probléma. Közel 5 milliárd forinttal kevesebből gazdálkodni, az egy az egy nagyon nehéz feladat lesz, mert végig kell menni minden területen, hogy hol kell levágni, hol kell megszorítani, mire nem fog jutni, és sajnos ezt, ezt az emberek fogják érezni, fogják látni itt a kerületben is. Mi természetesen a továbbiakban is be fogunk számolni a változásokról, illetve a költségvetés megszorítás nyomán következő intézkedésekről. Szeretettel látjuk, hogyha információval segíti a nézők tájékoztatását. szépen. Köszönjük szépen.